Nagyon sokan kérdezték 96.762-n, hogy néz ki a telek. Na nézzünk szépen, nem, de hogy a telek a családi házunk kertje. Ez a szeder. Ez nagyon finom szokott lenni. Ez a szeder. Itt a feldolgozásra váró fák. Ezek feldolgozásra várók. Hát most egyelőre a meleg miatt nem tudok fűrészelni. De télen ezek adják a meleget. Futtatom a borostyánt. A kis garázs be lesz futtatva a borostyánnal. Ezek a fák, hát majd láncfűrésszel lesznek feldolgozva, de sajnos a láncfűrész életen meg kell majd élesztetni. Na nézzünk tovább. Itt van a papírgyűjteményem. Ezeket szét kell majd tépni, föl kell szaggatni, mert ezzel lesz a begyújtás. Tehát vékony papír, vastag papír, utána gyújtósok és úgy a vastag fa. Itt egy almafa van. Távolabb van a szelíd gesztenyefa, ez a szelíd gesztenye, nagyon szép. Utána egy sárga barack fa van, az a sárga barack. Paradicsomok nagyon kókadoznak, ez itten a fügefa, hát nagyon kicsi a termés. Egy-két füge van rajta, és az a baj, ha be is érik, a méhek mindjárt megeszik. De árnyékolja, átszázza a házat. Ez itt cseresznyefa. Ez saját ültetés. És itt a szőlő. Ez nagyon szép, nagyon szép, nagyon szépen indul ez a szőlő. Ha el nem viszi valami, a szürke rothadás. Itt az őszi barackfák. Két őszi barackfa. Ez itt az almafa. Hát a sárga paraszka nagyon szépen megnőtt. Atya, úristen, milyen nagy. Ilyen nagy a sárga. Ezt én ültettem 5 évvel ezelőtt. Egyébként elejét a szelét gesztenyéért 25 ezer forintot fizettem. Eszméletlen, de Spanyolországból van, és önporzó. Saját magát porozza be. Na menjünk tovább a birtokon. Cseresznyefa, én ültettem. Az első paradicsom, ami nagyon szép. Szép paradicsomok, szép paradicsom. A lugasszőlő, hát ezt már újítani kellene, mert sajnos az a probléma, hogy csak a tetején van szőlő. Csak a tetején van szőlő. Tetején van szőlő. Hát ez egy 2-3 nap múlva már, 2-3 hét is beérik a szőlő. Menjünk tovább, tengerről való pálmák. Nagyon szépek. Egy kicsit még nyírkos. Mit? Kicsit még nyírkos és behoztad. Kihozok vissza. Visszahoztad? Jó. Tartalékvíz. Itt a tartalékvíz. Tengerről hozott pálmák. Nagyon szépen néznek ki. A szőlőt. Ez az jó szőlő. Ez csodálatos. Ezt nem kell permetezni és egészséges. Csak az a baj, hogy nem szeretjük. Itt a probléma, nem szeretjük. Fehér szőlő, ez nagyon finom. Körte. Ez a megint saját ültetésű sárga barack. Csak a fagy elviszi. A körte nagyon szép, de le fog hullani fél életen. Paradicsom, tök uborka.
ez a cseresznyefa csodálatos, ez adott termést, és az égbe szökel. Ez a cseresznyefa csodálatos, égbe szökelő cseresznyefa. Paradicsom, körtefa, ezt is úgy hoztam, ezt én hoztam az egyik kertből. Csodálatosan szép. Távol van almafa. Hát ez a nagy meleg nem használ növényeknek, nem bizony. Nem nagyon használ. Itt az új telepítésű bab. Távolban a cseresznyefa. Szőlő, rugas hátul. Így néz ki a kertünk. A ház előről világos. Cseresznyefa, ez óriásit nőtt. Ez a cseresznyefa csodálatosan megy, kapaszkodik fölfele, küzd az életért. Csodálatosan nőtt. Vissza lett messzve, de most újra. Van vezérág, ez a vezérág, új vezérágat hozott. Körte csodálatosan, de mind elrold a fán sajnos. Úgyhogy nem sok kört, hiába van sok körte, elrold a fán. Hát ennyit a kertről.